Hosszú, egyenes áramvezető maga körül mágneses teret gerjeszt. Az indukcióvonalak a vezetőre merőleges, koncentrikus körök. A mágneses tér irányát szemléltethetjük Faraday 1821-ben összeállított kísérlete alapján. Egy higannyal telt üvegpohár aljának közepéhez egy rudmágnes déli vége van rögzítve. A mágnes felső, északi pólusa szabadon elmozdulhat. A rúdmágnes fölé egy egyenes vezetőt rögzítünk, amelynek alsó vége a higanyba ér. Az egyenes vezetőn és a higanyon keresztül zárt áramkört hozunk létre. Ha az egyenes vezetőn áram folyik, a mágnesút felső vége kőrözni kezd a vezető körül, követve az indukcióvonalak irányát. Maxwell megfogalmazása szerint a mágneses indukcióvonalak az áramvezetőt abban a forgási irányban futják körül, amelyben egy jobbmenetű csavart kell forgatni ahhoz, hogy az áram irányában haladjon előre. Figyeljük meg az árammérő műszer előjelváltását, mikor az áram irányát megfordítjuk. A mágnes keringés iránya az óramutató járásával ellentétes lett. Fordítsuk az áram irányát ismét ellentétesre. Az árammal átjárt vezető és a mágnes közötti erőhatás kölcsönös. Cseréljük fel az áramvezető és a mágnes szerepét oly módon, hogy az áramvezető higanyba merülő vége elmozdulhasson. Rögzítsük a rúdmágnest úgy, hogy a pohár szimmetria tengelyéből ne tudjon kimozdulni. Az áramkör a higanyon keresztül záródik. Ha a körben áram folyik, a vezető köröz a rúdmágnes északi pólusa körül az óramutató járásával egyező irányban. Megváltoztatva az áram irányát, a keringés iránya is megváltozik. Többszöri áramváltáskor a jelenség jól megfigyelhető.